is megvan neki! Konténereket, raklapokat, farönköket, több mint 2 méter magas tornyokat, gépeket kellett átugratniuk a versenyzőknek a második szekszárdi triálkupán a Béla Király téren. A székesfehérvári Major Dániel Ernő a senior pro csoportban indult, ügyessége, felkészültsége a 3. helyhez volt elegendő. 2006 óta űzi ezt az extrém sportot, ám közben 4 évet kihagyott. Azt mondja, nagyon tetszett neki a szekszárdi verseny. Technikás, hosszú is, tehát hogy tudunk belőle fejlődni, tudunk erőt meríteni belőle, illetve hogy mibe kell még fejlődnünk. Nehéz egy ilyen versenyre felkészülni, de a versenyzők a kupa előtt mindent átugratnak, amit csak tudnak. Horgos Attila szerint azonban nem csak a felkészültség, technika számít, hanem a magabiztosság is. Ugye nagyjából azért lehet tudni, hogy milyen elemek lesznek egy versenyen, tehát tudjuk azt, hogy raklapok, kábeldobok, egyebek, és mindent megpróbálunk a lehető legtöbb féleképpen megpróbálni beugrani, és akkor hát reméljük, hogy majd a versenyen ez majd meghozza az eredményét. Az idei triál versenyre az ország különböző pontjairól érkeztek a sportolók, több mint 30-an mérettették meg magukat a Tolnai megye székhelyen. Sabján Gábor főszervező azt mondja, idén új szabályok mentén zajlott a szekszárdi verseny. Idén már 2. alkalommal tudjuk megszervezni ezt a kerékpártriálos kupát, most már a Magyar Kupasorozat tagjaként veszünk részt, úgyhogy emeltünk egy kicsit a szinten. Ráadásul úttörő szerepet játszunk, mert a teljesen új szabályrendszer szerint rendeztük meg a versenyt Magyarországon elsőként a UCI friss szabályzata szerint. Ez most sok... Nem, egy változó, egy kicsit próbáltak igazságosabb rendszert behozni a régi pontozás mellett. Tekerésből a konténer tetejére kellene landolni a Ábrahámnak. És úgy is van! Az úgynevezett elit csoport teljesítette a legnehezebb feladatokat. A szuper döntőt végül Kovács Péter nyerte meg, Vég András a második, Csereki Ábrahám a 3. helyen végzett.